Legutóbb izgalmas mérkőzés után maradt alul a Deac-szal szemben az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Az NB1-es együttes ugyan 5-3-ra kikapott, de sok helyzetet alakított ki egy erős ellenféllel szemben, és ez biztató a jövőre nézve. Most még nem olyan nagy hiba, hogyha gólt kapunk, nagy hiba, de nem olyan szintű, mint egy rájátszás meccsen, mondjuk 3-3-nál kell a 3 pont, és akkor be kell lőni. Ezért is jók, hogyha top 6-os csapattal játszunk, mert ott azért kijönnek a hibák a sebességben, fejben, illetve koncentrációban is. Elnök úr azt mondta, hogy fejlődtünk, igen, én is így látom. Meglátjuk, hogy ez a fejlődés mennyire lesz folyamatos, és mennyire tudjuk ezt kimaxolni. Van egy cél, amit el szeretnék érni, ott még kb. Egy ilyen 60%-nál járunk, már átléptük a felét, de még van még dolgozni a csapattal. A Debrecen elleni mérkőzésen a brazil Kaiki piros lapot kapott, és a fegyelmi bizottság 3 mérkőzésről tiltotta el. A Nyíregyháza fellebbezett a döntés ellen, és enyhítést kért, de a mai meccsen biztosan nem játszhat a légiós. Pénteken idegenben lép pályára ugyanis a Stúdió a Rubeola ellen. A két együttes az alsóházi rájátszás során is találkozik, majd így ezért is fontos a meccs. No meg annyiségiek szeretnének visszavágni a hazai környezetben elszenvedett vereségért, és ezzel bebiztosítanák helyüket a legjobb 8-ban. Lovas Norbert Kaiki mellett nem számíthat a megműtött Krajnyák Zsoltra és a szintén sérült Petró Martinra sem. Legutóbb Gyügyei Zoltán is hagyott ki meccset, így kérdéses a játéka. Az alapszakasz hajrája megkezdődött, február 8-án az Újpest érkezik a Continental Arénába, 13-án pedig a Kecskemétet látja majd vendégül a futszál csapat. A Magyar Kupában is még versenyben van az együttes, február 20-án a Berettyóújfalu lesz az ellenfél. A továbbjutás egy meccsen dől el, és a találkozót Nyíregyházán rendezik.